A 2017-es év beszámolóját tartotta a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány családias környezetben, a Galga Hévízi Kiscsuki étteremben. 2011-ben hozták létre az alapítványt, ott dolgozó orvosok és ápolók, olyanok, akiknek szívügyük az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet megmentése. Az alapítvány tagjai olyan helyet álmodtak meg, ahol a betegellátás egyre színvonalasabb. Aszód és környékéről közel 40 ezer ember tartozik hozzájuk. Sikeres volt az elmúlt év, ami a környék településeinek is köszönhető, ahol a kezdetektől fogva összefogtak a polgármesterek és az emberek, és amiben tudtak, segítették az alapítvány munkáját. Nem is igazán tudtunk más tenni, mert az az agilis és igen kérő, és kérem szépen, hogy adjatok, mert fontos, és itt vannak ezek a potenciális betegek, akiknek segíteni kell, és mi itt vagyunk, készen várunk titeket, csak kell egy kis segítség indítatásból. Sikerült azt összehozni, amit eddig összehoztunk, és amilyen rendezvények voltak. Én bízom benne, hogy a kollégák ezt tovább tudjuk folytatni. És próbálunk olyan alkalmat keríteni, amikor ismételten el tudjuk ezt indítani. Ez egy jó folyamat volt, jó volt elmenni egymásnál megnézni. A civil szervezetek munkája is ilyenkor ugye automatikusan lejön. Tudunk egymástól tanulni, látjuk azt, hogy az emberek milyen mentalitással, hogyan teszik oda magukat akár egy közösségi életbe, és hogyan lehet rájuk számítani akkor, amikor egy közös cél érdekében jótékonyságot végzünk, és próbálunk segíteni egy rendelőintézetem. Az elmúlt évek során számos beszerzés és felújítás történt a Legyen az Ön Szívügye is alapítványnak köszönhetően. A tüdőgondozó tetejének javítása, folyosó tisztasági festése, padok cseréje, szalagfüggönyök felszerelése, mozgáskorlátozott mosdók kialakítása, valamint kezelőhelységek, például a labor és a gyógymasszázs helységnek a felújítása. Mindezek mellett számos olyan berendezés megvétele is történt az alapítvány segítségével, ami nélkülözhetetlen ma a modern betegellátás jól véghezviteléhez, vagy jó elvégzéséhez, például 12 csatornás EKG készülék, kolposzkóp videó a nőgyógyászoknak. Magam részéről szemészeti műszerbeszerzés is történt, aminek nagyon örülök. Látásjavító táblát szereztek be, valamint ami nagyon-nagyon fontos, életmentő félautomata defibrillátor került az alapítvány segítségével beszerzésre. A tavaly kitűzött célokat sikerült elérni. Az alapítvány számlájára 2017-ben közel 1 millió forint gyűlt össze az adó 1%-ából befolyt összegekből. Ezt egészítették ki a 2016-ból megmaradt pénzekből. A fizioterápiás palettánkat tudtuk bővíteni, egy darab interferenciás terápiás készülék, egy darab ultrahangterápiás készülék és egy darab ingerterápiás készülék beszerzésére került sor, és nagy örömünkre 2017. decemberében nem csak a beszerzés történt meg, hanem az átadás is. Leírhatatlan volt a kolléganő elégedettsége és az a fajta eufória, hogy ezzel már milyen jól tudok majd dolgozni. A készülékek mellett még sikerült védőruházatokat, székeket és takarítóeszközöket venni összesen 150 ezer forint értékben. A főorvos asszony mindössze néhány hónapja vezetője az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetnek. Ez alatt feltérképezte az intézmény erősségét és hiányosságait. Kialakult egyféle szemléletváltásterv, hogy hogyan tovább, hogyan lehetne még hatékonyabban dolgozni azon, hogy a betegek semmiben sem szenvedjenek hiányt. 2012-ben bezárás fenyegette az intézményt, a 60-i Albert Schweitzer kórház mentette meg őket. A kórház 2013. április 1-től működteti az Aszódi szakrendelőt. Azért a mai napon nem szabad kihagynunk azt, hogy 12-ben bajba került a rendelőintézet, és ez nem baj, hogyha föl tudjuk eleveníteni a mai napon. És a 60-i kórház és rendelőintézet főigazgató asszonyom gazdasági vezetője egy beszélgetés kapcsán valamikor 12 őszén elindítottuk azt a módszert, hogy igenis megmentsük ennek a több mint 40 ezer potenciális betegnek a Aszódi rendelőintézetet, mert hiába lett volna a alapítvány, ha nincsen miben fejleszteni, vagy tovább fejleszteni.
Az alapítvány jótékonysági rendezvényeket szervez, ahonnan általában nagy összegű felajánlások folynak be. De magánszemélyek, cégek és szervezetek is szoktak adakozni az alapítvány részére, és a környékbeli önkormányzatok is támogatják őket. A tavalyi évben ezeknek köszönhetően több fontos gépet is tudtak vásárolni a rendelőintézet számára. Talán a legfontosabb cél ebben az évben a rendelőintézetnek az elavult mosdóinak a felújítását megvalósítani, hiszen már több évtizede eltelt azóta, amikor ezek a mosdók elkészültek, és azóta sajnos elavultak és leamortizálódtak. Ehhez a mai beszámoló alkalmával sikerült ígéreteket, illetve segítséget kapnunk talán. A jövő héten, ha minden igaz, akkor már elindul a tervezés és az egyeztetés, és hát előttünk a 2018-as év, és meglátjuk, hogy hogyan sikerül ezt megvalósítani. Ehhez mindenféleképpen segítségre van szükség. A fenntartó, a 60-i Albert Schweitzer Kórház is fontosnak tartja a rendelőintézet fejlesztését. Idén az épület energetikai korszerűsítése lesz az első nagy beruházás részükről. Egy uniós pályázat keretén belül hamarosan megkezdik a kivitelezést, melyből az Aszódi Rendelőintézet energetikai rekonstrukciója valósul meg. Sor kerül a külső nyílászárók cseréjére, a homlokzat hőszigetelésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére.